Egy ehhez hasonló személyvonaton kezdett el hangoskodni egy 59 éves budapesti férfi még májusban. Az ittas férfi inzultálta a Sárbogárd és Baja között közlekedő vonaton utazókat, és hiába szólították fel, hogy vessen véget a másokat megbotránkoztató viselkedésének, továbbra sem hagyta békén az utasokat. Állampolgári bejelentés érkezett 2019. május 17-én a délutáni órákban, hogy a Sárbogárd-Baja között közlekedő vonaton egy férfi ittas állapotban molesztálja a vonaton utazókat, illetve a kalauzt is. A MÁV egyik szolgálattevője tett bejelentést a rendőrségre, a nagydorogi rendőrök az állomásra siettek és elfogták a vonaton randalírozó férfit. Aki nem csak a vonatnak az utasait, hanem a kalauzt is különböző módon molesztálta, trágár módon viselkedett, hangoskodott, illetve dulakodott a vonaton utazókkal. Őt a kalauzt próbálta jobb belátásra bírni, megkérte, hogy hagyja el a vonaton tartózkodó személyeket, és a vonat egy másik részén foglaljon helyet. A férfi ezt sérelmezte, és ennek következtében egy alkalommal kezet is emelt a kalauznőre. A kalauz azonban az ütést el tudta hárítani. Tulajdonképpen ez a szerencséje a budapesti férfinek, mondja Komlósiné Kis Anett, mivel így valószínűleg nem kap olyan súlyos büntetést, mintha valóban megütötte volna a jegykezelőt. Az 59 éves férfi ellen közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntet kísérlet megalapozott gyanúja miatt folytattak eljárást a Paksi Rendőrkapitányság nagydorogi rendőrőrsén. A nagydorogi rendőrök a nyomozást lezárták, az iratokat megküldték az ügyészségnek. A férfi akár több év börtönt is kaphat a randalírozásért.